Az erdőtörvény újra és újra. Tudjuk jól, hogy 2009-ben is egy olyan erdőtörvény módosításnak indult a jogszabály alkotás, ami aztán a mértéke miatt lett egy új törvény. Most is hasonló cipőben járunk. Elég mély módosítás, amit eszközölni szeretnénk, és hát azt lehet mondani, múlt héten közigazgatási egyeztetésen és ezzel együtt társadalmi vitán van múlt hét óta a törvény, tehát felkerült a honlapra, lehet véleményezni, úgyhogy talán a legjobb időpontban beszélünk itt is erről. Miért is van szükség, mi a célja a törvénymódosításnak? Nyilván az alapelveket ebben a körben nem kell ismertessem, hogy miért is van erdőtörvényünk, és mik a preambulumban lefektetett alapvető értékek, amelyeken egyébként semmi szándékunk nincs módosítani. De azért azt viszont tudjuk, hogy 2009 nyara óta, amikor hatályosult az erdőtörvény, azóta azért néhány év eltelt, és a mai rohanó világunkban bizony előkerültek új dolgok is. Ha azt nem számítjuk, hogy az elmúlt 6-7 évben bizony előkerültek olyan dolgok is, melyek az úgynevezett ráncfelvarrást igénylik a törvénnyel kapcsolatban. A bevezetett jogszabályi rendelkezések, eljárásoknak a pontosítása, esetleg kiigazítása szükséges. Ez egy régóta tartó folyamat. 2012-ben már kész volt egy javaslat erre vonatkozóan, 13-ban ismét, és egyébként, amikor átvettük a portfóliót 14 nyarán, akkor is egy novella nevezetű erdőtörvény módosítás a kezünkben volt, amely technikai jellegű módosításokat tartalmazott. Ezt gyűrte tovább a kollégák hada, illetőleg a külső stratégiai partnerek, és hát ebbe mondjuk úgy, hogy a sok törekvés mellett nagy segítségünkre volt az Országos Erdészeti Egyesület, akinek az elnöke felajánlotta, hogy ők a stratégiai partnerek által az erdőgazdaságok, magánerdőgazdálkodók igazgatás bevonásával egy olyan koncepciót letesznek az asztalra, amely a módosításnak az alapját képezheti. Ez a módosítás el is készült a tavaly őszre, tehát több mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor voltak benne olyan pontok, amelyeket további kifejtésre még kollégáknak kezelni kellett. Így alakult ki a jelenlegi változat, sok-sok egyeztetés és sok-sok ötlet megvitatása, bevezetése, átbeszélése után nevezzem azért a négy fő stratégiai partnerünket, amely az OEA, Megosz, a Fagosz, illetve a Proszilva Hungária Egyesület. Rajtuk kívül nyilvánvalóan több országgyűlési képviselő, vagy bármilyen szervezet fordult már az erdőtörvény módosítása kapcsán hozzánk, akár a SI és turisztikai klasztert, vagy a Magyar Víziközmű Szövetséget, vagy a Magyar Villamosműveket említhetjük, de egyébként a Magyar Természetjáró Szövetség is tisztában van a módosítással, is ismeri a részleteit. Volt szó kegyeleti erdő kérdésről, volt szó hamu kihelyezésről, és talán van is, hogy is, és ez most nem emberi hamu kérdésköréről. Ezek mind-mind olyan tisztázandó kérdések, amelyek az a kegyeleti erdőhöz kapcsolatban, amelyeket kezelni kellett, számtalan kérdés, úgyhogy nem volt egyszerű az egyeztetés, és hát a legnagyobb és a legtalán mélyebb egyeztetés a házon belül kellett a természetvédelmi részleggel folytatni, amit többszörösen vissza és visszatérő alkalommal folytattak a kollégák. Nagy hatékonysággal, és ha azt is, az nyílt titok, de el kell mondani, hogy a fennálló, mondjuk úgy, hogy olyan ellentétek, amelyen már a szakma nem tudott szakmai alapon túl lépni, azt a miniszter úr bölcs döntésre bízva feltettük, és ő döntött a végső kérdésekben, mert hát a minisztérium az a természetvédelemért
is felelős sok minden más mellett. Úgyhogy az FM módos, törvény módosító javaslata nyilvánvalóan teljes mértékben meg kell feleljen a természetvédelmi részlegnek a elveivel és egyetértésével is. Köszönjük ezt az ábrát, amelyet az igazgatástól kaptunk, bár egy kicsit régi, még bankosok vannak ott, mint tulajdonosok. Mi örülnénk, ha ilyen dollár jelleg fityeketnének a kalapunk mellett, sajnos ennyi, mondjuk úgy, hogy vagyonnal nem rendelkezünk, de bemutatja, hogy egyébként ki mindenki szeretne valamit az erdőtől, jobb lett volna nagyobban, de azért így is felismerhetők a madarászok, a gombászok, a lovasok, ugye a vadászok, a méhészek, kerékpáros, kutyás, gyalogos turisták, motor vagy egyéb járművel, motoros járművel behajtani szeret, szándékozók, akiket próbálunk kívül tartani, és hát még a fel nem soroltak közül, akik úgy még vannak, most ne nevezzük néven őket. Tehát nagyon sok mindenkinek, mondjuk úgy, hogy az egész társadalomnak van akarata az erdővel kapcsolatosan, úgyhogy egy erdőtörvény, egy mélyebb erdőtörvény módosítás, mint ahogy látjuk is, felkelti a társadalmi érdeklődést. Mindig ezzel kezdjük, de úgy látszik, nem mondjuk elég határozottan, hogy ezért mondom el másodjára is, hogy nem kívánjuk az alapvető erdőhöz támasztott értékek, a preambulumban lefektetett értékektől eltéríteni a jogszabályt. Nem kívánunk semmi olyat tenni, amely olyat úgy szabályozni, amely ezek ellen menne. Még ha a jogszabályt nem ismerő politikusok ezt is vetik a szemünkre, mint a napokban, épp a hétfőn megjelenő egyik országos napilap cikkében olvashattuk egy ellenzéki politikus, hogy nem mondjuk neveket szájából, hogy most, hogy lehetőséget teremtünk ültetvények létesítésére is, akkor az lesz a probléma, és jaj, attól félnek, hogyha kitermelésre kerül az erdő, és a felújításra kerül, akkor felújításnál majd mindenhol ültetvényeket fognak létrehozni. Ez csak annyit mutat, hogy nem ismeri a jelenlegi szabályozást, és az a két mondatban összesűríthető, vagy két elvben összesűríthető erdőtörvényi alapot, hogy minden erdőt újítsunk fel, és a természeti fokozata, a természeti besorolása nem romolhat az erdőnek. Ezt a másodikat, ha tudná, akkor ilyen bölcsességeket nem állítana. Itt tartunk, lesz ennél még nagyobb vita is, de reméljük, hogy hát mondjuk úgy, hogy ilyen felvetések lesznek, amit könnyű lesz megmagyarázni. Nagyon fontos azért megemlíteni, hogy a jelenlegi módosításnak célkitűzései között alapvetően szerepel a magánerdő tulajdonosok, magánerdő gazdálkodóknak a gazdálkodási lehetőségeinek a javítása. A jogszabály olyan alakítás, hogy könnyebb legyen gazdálkodniuk, szükséges és elégséges szabályozással, de mégiscsak egy kicsit könnyítsünk a helyzetükön, és egyébként a tulajdonos érdekeit jól védjük, mert ugye azért elválik az erdő tekintetében nagyon sokszor, vagy majd hogy nem mindenkor a tulajdonos és a gazdálkodó. És nem biztos, hogy a gazdálkodói érdek a fontosabb, sőt azt kell mondjuk, hogy a tulajdonos, aki az erdőt birtokolja, mint annak az érdeke fontosabb. Ugye nagyon sok probléma merült ezzel kapcsolatban fel, mert egész más a pillanatnyi értéke egy olyan erdőnek, amely éppen akár véghasználati korú, vagy egy olyannak, amely éppen kötelező felújítás alatt áll. És ha a gazdálkodóváltás ezen határon következik be, akkor a új gazdálkodót költséget terhelik, mint az előző gazdálkodó ugye jól járt. Na, ezt nem lehet így kezelni, és ennek a kiküszöbölésére kell szabályozást tenni. Nyilván nem az államiakról beszélünk ebben, mert ott stabil, hosszú távú gazdálkodási forma van. Egyébként ez lenne az üdvözítendő magán tulajdonosoknál is. Néhány dián végigvennénk, hogy ilyen tematikusan, hogy miről szól a szabályozás. Nyilván estig itt ülünk, akkor sem tudom elmondani ezt a 80 oldalat, ami
a teljes módosítás. Kicsit így felvillantanak néhány kérdést. Korszerű, szükséges az erdővel kapcsolatban, az erdővel, mint fogalommal kapcsolatban igyekeztünk oly módon megalkotni a módosítást, hogy minél több mindenről szabályozzon, illetőleg szóljon az erdőtörvény, hogyha egy fás terület van, külterületen is nincs rá más jogszabály, mint mondjuk belterületi fásításra, akkor arról valamit mondjon az erdőtörvény, ha többet nem, hogy létezik ilyen, de az nem erdő, nem, és akkor már azonosítottuk, hogy valaminek elneveztük. És legalább tudjuk, hogy hol van, különösebb adatok nélkül is. Ez majd későbbiekben elhangzó előadás tekintetében is fontos lesz, mert amelyikből faanyag származik, bármilyen állomány legyen az, akár erdő, akár fásítás, és ahol faanyag származik, azt azonosítani kell majd, hogy honnan is jön. Ugye az erdőnek két fő kategóriáját elkülöníthettük, az egyik az úgynevezett, nevezzük továbbra is erdőnek, és a másik a szabad rendelkezési erdő. Ez mind a kettő erdőművelési ágú terület. A szabad rendelkezési erdő viszont egy olyan fogalom, azért jól ismerjük, ezt egy kicsit erősíteni szeretnénk, és ezt használni a fogalmat, azért beszélek róla, amelynek a mezőgazdasági művelésbe való visszaalakítás, akkor nem feledkezik kötelezettség csereerdősítésre, vagy erdő védelmi bírság megfizetésére. Ebbe a kategóriába szeretnénk például majd az olyan felmerülő erdőket is betenni, amelyek a tulajdonos állítólagos tudta nélkül keletkeztek. Ezen kívül az erdő mellett ugye a fásítások vannak, mint fogalomkategória, eddig is voltak. Azon belül szeretnénk olyan kategóriát is, mint például a fásszár ültetvényeken belül a faipari célú ültetvények kialakítani. Erre van igény, ez egy intenzív ültetvény, ebben zajlik most is a jogszabályalkotás. Bárhogy is lesz, a lényeg az, hogy szintén ne kerüljön erdőművelési ágba ilyen módon, ha vissza akarják mezőgazdasági művelésbe vonni, akkor különösebb kötelezettségeket ne jelentsen. Egy rövid vágásfordulójú ültetvényt lehet sem létrehozni, ami 8-15 év alatt mondjuk vágásérett lesz, és olyan faanyagot biztosítana ipari célra jól hasznosítható, itt akkor nemes nyára és akácra gondoljuk legfőképpen, ezzel sem mondtam gondolom újat, mert egyébként nagy szükség van a nemes nyár alapanyagra, mint ahogy azt konferencián is hallottuk, kifejtettük, és ez a csökkenő nemes nyár faanyagellátás miatt kitörési helyeket keresünk, és ez egy jó eszköz lehet. Ugyanúgy az akácnál is, ha ilyen minőségi ültetvényeket hozunk létre, akkor biztosított lesz, hogy minőségi akác, nevezzük most ültetvényeknek, de akácfásítások jönnek létre, és minőségi akácfaanyagot fognak létesíteni, és nem könnyen, olcsón akácerdőket erdőtelepítésben létrehozunk, bármilyen származására vonatkozóan kétes alapanyagból. Ez nem biztos, hogy a tulajdonosnak jó, mert nem fogja azokat a vágás érettségkor, bármint hasznosításkor nem fogja azokat a mutatókat hozni, mint amit esetlegesen gondolt róla. Egy kicsit az igazgatásban is, a tulajdonosi döntéseket erősítve, tulajdonos védelmére vonatkozóan van szabályozási hely a jogszabálymódosítás javaslatban, illetőleg például az adattárban sokszor benragadt olyan területek, amelyek egyrészt már az eddigi jogszabály alapján is kivezetésre kellettek volna mondjuk kerüljenek, de nem volt meg az erre felhatalmazó vagy ezt elrendelő szabályozás, az is most megtörténik, tehát például az zárt kertek, amelyek nem kellene az erdőtörvény hatálya alá tartozzanak, zárt kerteken álló
erdősült területek kivezetésre fognak kerülni az adattárból. És hát az erdő nyilvántartása, mondjuk úgy, hogy a földügyi nyilvántartás és az országos erdőállomány adattárnak a összhangjának a megteremtése is egy előttünk álló kihívás. A legutóbbi hír az számomra optimista volt, ez nem erdőtörvénnyel kapcsolatos, de úgy tűnik, hogy komolyan veszik a földhivataloknál, főminél előkészítenek egy olyan programot, amely ezt majd elősegíti és leválogatja. Ehhez persze anyagi háttér kell, amelyet részben mi, részben ők igyekszünk összedobni, és ezzel talán a közeljövőben egy egyszerűsítve és mégis megoldhatóan a problémát létrejöhet egy ilyen először is egy szoftver, aztán az egész két adatbázis összefésülése. Ebben előrelépés van házon belül, ezt nehezíti az, hogy a főmi is azon cégek közé tartozik, amely a jövőben a FM-től elkerül. De hát bizakodunk, mert miért ne bizakodnánk. A kivezetésekről még annyit, hogy például az, hogy egy hektárra módosulna a minimális erdőnagyság, vagy ugye 30 méter szélességet kellene a minimális szélességet elérjen az előző 20-szal szemben. Felmértük, hogy mekkora az a mennyiségi veszteség, kvázi veszteség, amely az adattár tekintetében erdőből kikerül, ugyanakkor fásításba bekerül. Azt kell mondjam, hogy nem olyan veszedelmesen sok, de például egy hektár alatti területtel 2960 hektáron 4550 erdőgazdálkodó van. Tehát ez jelentős igazgatási teher, és azért akkora előnye nincs, hogy stratégiai szempontból, természetpolitikailag szerepelnek, mint erdő, mint az adattárban. És ezzel esetleg nehezítjük a gazdálkodást. Ugyanakkor a másik oldalról nyilvánvaló olyan erdők is vannak, amelyek tényleg erdők, de még nem tartalmazza az adattár őket. 40-50-60 évesek talált erdők. Érdekes, amikor ilyet találnak azért a tervező kollégák. Egy 50 éves tölgyest egyszer csak úgy felverődött a réten, a legelőn. És hát ugye azért ilyenkor megkérdezzük, hogy értjük, hogy a igazgatás az gonosz, és ezt most megtalálta, de a tulajdonos hol volt az elmúlt 40-50-60 évben, és nem vette észre, hogy hopp, kinőtt egy erdő. Kicsit a kategóriákat egy ilyen táblázatban is szemléltetni szeretném a tisztánlátás vége, mert talán ez az egyik legfontosabb, vagy ez egy nagyon fontos kérdés a jelenlegi módosításban is, és jó lehetőség a cizellált szabályozásnak a bevezetésére. Ugye, itt mondtunk, az, ami eddig is erdő, az, és milyen előírt tevékenységeket kell elvégezni rajta. A gazdálkodásban felújítási kötelezettséggel rendelkezik, erdőművelési ágban van, erdőterv határozat, tehát erdőterv szerint kell gazdálkodjon, erdőtelepítési terv kell, amikor először létre akarunk ilyet hozni, stb. Szabad rendelkezésű erdőnél már bejelentésre mehet a gazdálkodás, az önerdősüléseket is egy kérelem alapján ide lehet csoportosítani, és felújítási kötelezettség csak akkor van, hogyha ezt választja a tulajdonos. Egyébként egyszerűsített mezőgazdasági művelésbe tudja visszavonni, és fásított terület művelési ágban lesz. Fásszárú ültetvény, ilyen például az ipari célú faültetvény, de az energetikai faültetvény is, és terveink szerint még a gomba termesztő erdő is ide tartozna, mert erre is igény van. Ez már inkább mezőgazdasági kultúrákra hajaznak, bejelentésre működne, mert azért csak kell valami koordináció, főleg itt is ugye tulajdonos védelme érdekében a gazdálkodó fogja elvégezni ezeket a
tevékenységeket, de hát aztán hosszú távon a tulajdonosnak marad a nyakára, ha bármi gond van, és lelép a gazdálkodó, bocsánat, hogy így mondom, de ilyen is előfordul. És elvileg művelési ág változás nélkül itt azért azt fel kell, meg kell jegyezzem, hogy a földhivatali kollégák, földügyes kollégák azért azt mondták, hogy ami hava, a másik társ művelési ág az nem szántó. Tehát bármennyire is szeretnék, hogy művelési ág nélkül, vagy művelési változás nélkül lehessen telepíteni egy ipari célú faipari célú ültetvényt, ránézésre az nem szántó. 20 évig nem is az, úgyhogy ezen még gondolkodni kell, de azt gondolom, hogy ez már nem olyan nagy probléma a tulajdonosnak, és a gazdálkodónak sem, vagy hát egyéb módosításokat jogszabályban még meg kell vizsgálni, és akkor a külterületi fásítások tartoznak még ide, itt ugye akár a fasoroktól kisebb foltokig sok minden. Egy következő kis tematika szerint a erdőgazdálkodásról szóló módosítások. Itt is alapvetően az erdőgazdálkodással kapcsolatban nyilvánvalóan egy kicsit az egyszerűsítés, az igazgatási és gazdálkodói terheknek a csökkentése, röviden szólva a bürokrácia csökkentés irányában igyekeztünk ellépni. Akár például az erdőtervezési eljárásnak az egyszerűsítésével, akár a körzeti erdőterv rendeleteknek az egységesítéséről beszélünk. Mindezeket tartalmazza a jogszabálymódosítás. Ezek persze egyelőre tervek, de nagyívű tervek. Például, hogy a körzeti erdőterv rendeletek mellékletében lévő egyes körzetekről ennek a leírás az egy rendeletben jelenjen meg, egyszer készüljön el, és azok már csak egy, hogy mondjam, meghatározottak legyenek az egész országra vonatkozóan, és akkor nincs kérdés, hogy évről évre kell ezeket elkészíteni, aztán ugyanolyan területeket máshogy szabályozunk évről évre, hanem van egy egységes szabályozás. Nagy munka egyszer elkészíteni, de utána sokkal kiszámíthatóbb és átláthatóbb lesz a gazdálkodás. Az, hogy erdőfelújításban a nagyobb választási szabadságot szeretnénk bevezetni, ez nem azt jelenti, hogy a nem tudom, letermelt bükkös helyén egy faipari célú ültetvényt fogunk létrehozni, mint amit azt kedves Benedek is gondolt, hanem azt jelenti, hogy hogy hívták ezt, 101 kis kutya, vagy nem is tudom, tehát ez 101 célfafaj, meg célállomány helyett célállomány csoportok lesznek, és azon belül nagyobb rugalmassága van a gazdálkodónak. Itt azért hozzátenném, hogy az erdőfelújításnak ott a célállománynak a meghatározására egyébként a tudományos élet is javaslattal él, és annak is valamennyire meg kell terítsünk, mert az ERTI, az egyetem és több tudományos műhely más egyetemek bevonásával az agrárklíma projekt keretében egy olyan döntéstámogatási rendszert szeretnének bevezettetni, javasolnak bevezettetni, amely per hektár meg tudja mondani a klímaváltozással is korrigálva, hogy milyen termőhelyem lesz mondjuk 50 év múlva. Ez nem mindegy, amikor mondjuk egy tölgyest felújítok, amit 100 évre tervezek, mert amikor 50 év múlva ránézek az erdőre, az akkori klímának kellene jól megfeleljen, mert sajnos változik annyit a klíma. És hát ennek megfelelően a fafaj megválasztás dinamikusan, tudomány által megsegítetten is tud működni. Tehát itt egy kicsit a rugalmasság az irányba megy, hogy ne legyen túl beszűkítve az egyes egyébként termőhelynek megfelelő, őshonos, stb. Elegyes, fafaj összetételű erdő továbbra is a cél, de ennek a pontos meghatározása azért nem ilyen egyértelmű, ezt jól tudjuk.
A újabb haszonvételi módoknál én egyet emelnék ki, mert talán tehát a fölírtakat mind láthatjuk, mind megér egy misét, akár a védelmi és közjóléti szolgáltatás üzleti célú hasznosítása, vagy az erdei forrásvíz hasznosítása, de talán a legeltetésről kellene beszélni. Most a forrásvíz hasznosításra ne arra gondoljunk, hogy akkor most alagcsövezzük, és nem tudom én, vízhasznosító művet fogunk létesíteni rá, hanem pont azért teszünk egy szabályozást a törvényben, valahogy ne lehessen ilyet tenni. Tehát aki nagy üzembe hordja a forrásvizet, és ezzel egyébként kárt okozott, azt le lehessen állítani valamire hivatkozva, hogy bocsánat, ezt tessék abban. Ilyen van egyébként, ez felmerül probléma, és azért került szabályozásra. Az elsőről nem kívánok hosszabban beszélni, mindenki tudja, hogy sok lehetőség van, és sok mindenre lehet hasznosítani. A legeltetés pedig egy komoly kérdés, még mielőtt bárki azt mondaná, nem ebben van a természetvédelemmel szemben, mondjuk úgy, hogy nézeteltérésünk, részben a természetvédelmi igényeknek megfelelve kerül vissza a legeltetés az erdőtörvénybe így pár száz év után. Ugyanakkor nagyon határozott és kereteket megadva és nagyon jól szabályozottan szeretnénk. Olyan erdőkre gondoljunk, amelyek mondjuk ilyen szárnyéknak alkalmasak, alföldi viszonylatokban eddig nem mehetett be alá feküdni egy akácos alá, nem mehetett be a gulya, vagy nem tudom én a nyáj. Most meg majd, hogyha arra alkalmas és a megfelelő előírásoknak is, a gazdálkodónak és tulajdonos mindenkinek az érdekét szolgálja, akkor ilyen lehet. Elég szűk kaput akarunk nyitni, és bizonyos állatfajokat kizárunk, mint a kecske meg a disznó például. Tehát azoknak nem, konkrétabban a másik oldalról megközelítve ló, szarvasmarha és jó. Amit így be lehet vinni majd a terveknek alapján, megfelelő bejelentéssel, annak a tükrében is, hogy hogy viszem oda az állatokat, valamerre terelnem kell, tehát az nem működik, hogy egy erdőtöm közepében van egy ilyen lehetőség, de nem jut oda, akkor ott nincs lehetőség. A létesítmények tekintetében is fölösleges túlszabályozás van bizonyos létesítmények kialakításánál, ott egyszerűsítünk, ha már úgy is kell mindenféle engedélyt kérni rá, akkor az engedélyezési eljárás erdészeti szempontból egyszerűsüljön, csak olyanokra kelljen, amelyeknél amúgy is jelentős hatással bírnak, például egy, nem tudom, egy útjelző tábla, amit eddig engedélyeztetni kellett volna, majdhogy nem, azt mostantól esetleg ne kelljen. Ugye hasonló kialakítás, és hát a fél hektár alatt olyan területi, olyan az erdő gazdálkodás érdekében kialakítandó létesítmény, vagy akár teszem azt átereszek, meg ilyesmiknél ne kelljen engedélyeztetést feleslegesen pluszban, illetve fél hektár alatt csereerdősítést végezni. És hát számos egyéb. Ha én ezt végig sorolnám, nem mennénk ma haza. Magánerdőkre vonatkozóan talán az egyik legjobban, vagy legnagyobb figyelemmel kísért terület volt, mert stratégiailag én azt látom, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben, amikor a 20 évvel ezelőtt a magán tulajdonú erdők kialakultak, akkor azért sokkal kisebb volt az a tudás, amely a magánerdők gazdálkodására vonatkozóan jelen volt a tulajdonosok körében. Már azért elértünk oda, hogy egyre több olyan magánerdő tulajdonos van, vagy magánerdő gazdálkodással foglalkozó szakember, akik a megfelelő ismeretekkel bírnak. Úgyhogy bizonyos szűkített szabályozás, ami még az 90-es évek előtti időszak teljes állami kontrolljára vonatkoztak,
a magántulajdon tekintetében bizonyos lazításokat engedhetünk meg mára magunknak, és hát ebben szépen apró lépéseken kell lehet rábízni minél jobban a magántulajdonosra az erdejét. Ennek is lesz egy határa, mert ugyan a tulajdonhoz fűződő alkotmányos alapjog is egy alkotmányos alapjog, de egy legutóbbi beszélgetésen a ombudsman helyettes úr kifejtette a fenntartató fejlődés tanács ülésén, amikor ismertettem az erdőtörvény módosítási javaslatot, hogy az erdő, mint élőhelyhez fűződő alkotmányos alapjog, és az alkotmányban meg szerepel az erdő, mint élőhely, és annak a örökségi szintje az magasabb szintű alapjogi kérdés, mint a tulajdonhoz való alapjogi kérdés, úgyhogy felül írhat, ezért lehet egyébként röviden összefoglalva korlátozott tulajdon az erdő, amit egyébként gyakorlunk is már mióta. No, hát a erdő magánerdő gazdálkodással kapcsolatban ez a szükséges és elégséges gazdálkodás szabályozás bevezetése az alaptétel mindenhol, akár a haszonvételre, akár az erdőkezelésre vonatkozik. Nagyon részletekben nem mennék, egyrészt nem magán tulajdonosi körben vagyunk. Ugyanakkor arra felhívva a figyelmet, hogy létezik egy törvényünk, amely régebbi a eredeti erdőtörvény, és ez az erdőbirtokossági törvény, amely egyébként teljes megújításra szolgál, de egy jó eszköz lehet a megújítása arra, hogy a magánerdőkkel való gazdálkodásnak egy megfelelő keretet biztosítson. Tudva azt, hogy nagyon sok a osztatlan magántulajdon, amelyen a gazdálkodást ez az együttműködési kényszer jelentősen korlátozza, és hát mindezekre mégis jó megoldást kell találni, hogy lehessen gazdálkodni. És hát azt megbiztosítanunk kell, hogy minden erdőt itt is felújítsanak. Egyébként főleg a mai időszakban, amikor jó a területalapú támogatása a mezőgazdasági területekre, igen nagy a kísértés a tulajdonosok tekintetéről, hogy mi lenne, hogyha nem erdeje lenne, hanem mezőgazdasági területe, mert azért mégiscsak kapna támogatást arra sokkal jobban, mint az erdeire. Ezeket kell átgondolni, amikor szabályozunk pro és kontra. Ugyanakkor a MEGOSZ szakemberei végig jelen voltak az erdőtörvény módosításánál, úgyhogy velük együtt lett kialakítva a szabályozási javaslat. Közigazgatás korszerűsítése, a 21. században a nem is tudom, elektronika, informatika évezredében nem kell lecsetelni, hogy mennyire fontos az e-közigazgatás. Ha már egyszer van egy elektronikus adattárunk, akkor abból minél könnyebben, minél jobb adatokat tudjon a gazdálkodó is kapni a saját gazdálkodási egységére, vagy a tulajdonos a saját tulajdonára vonatkozóan. A bejelentések minél könnyedebben menjenek elektronikus úton, ne kelljen papíron, postán küldözgetni, elveszik a postán, nem veszik el, újra be kell gépelni, amit egyszer már kinyomtattunk. Bár ismerjük ezt is, amikor kinyomtatunk valamit, beszkennelünk és úgy küldjük el, van ilyen cég, ami így működik, de azt gondoljuk, hogy az erdészeti igazgatás az nem így kellene működjön. Ha egyszer adatunk van valamiről, és azt esetleg már elektronikusan tároljuk, akkor az lenne a legjobb, hogyha ez az elektronika, informatika segítségével jutna el az igazgatáshoz. Az igazgatásnak is az a könnyebb, hogyha neki már adatbázisban van ott az, amit egyszer rögzítettek, nem ő kell újra rögzítse. Hát erre vonatkoznak, ezeknek alapoznak meg az erdőtörvényben. Akár egyes félmondatok is, lehet, hogy nem kell több. A Nemzeti Erdőleltár és az Erdővédelmi Mérő és Megfigyelő Rendszer kérdéskörét is szeretnénk megerősíteni. Ez ugye nemzetközi kötelezettségünk, Európa felé egyébként egy jól működő rendszerünk van, ami egy olyan érték, amelyet nem kellene elveszteni.
itt, amit tudunk az erdőtörvényben tegyünk meg, és igyekszünk megtenni. Nyilván ezek főként aztán rendeleti szintű szabályozások, de az alapokat az erdőtörvényben meg kell tenni. Erre vonatkoznak a közigazgatási korszerűsítési javaslatok, amelyhez persze kapcsolni kell majd egy megfelelő pénzforrást, amelyet azon vagyunk, hogy meg is legyen, és ilyen módon az informatika fejlesztések végrehajthatóak legyenek. Egy kicsit a természetvédelemről, mert ugye mégiscsak egy jelentős probléma halmaz. A gazdálkodóknak az természetvédelmi előírások sokszor korlátokat jelentenek. Nyilván ez is az egyik céljuk. Viszont ezeket a korlátokat, hogy hova helyezzük, hogy ez jogszerű és szakszerű legyen, ez a mi felelősségünk, a jogszabály felelőssége, a jogszabály alkotói. Ezért mozgatjuk ezeket a határokat. Akár a klímaváltozásra tekintettel itt felmerült talán egyik legfontosabb, ugye a vegetációs időszak és abban való termelési lehetőség kérdése tavalyi évben, vagy idei évben, nem menjünk ilyen gyorsan, idei évben is nézzük meg, milyen volt a február, és milyen volt az augusztus, pedig az augusztus vegetációs időszak, a február meg azon kívüli lehetett volna termelni. Ezért például a szabályozás egy olyan módon próbálja ezt átvágni, ezt a gordiuszi csomót, hogy nem azt mondjuk, hogy vegetációs időszak, ami egy biológiai kérdés, hanem korlátozási időszak, ami pedig egy jogi kérdés, és egyébként a természetvédők is beleegyeztek, hogy augusztusban leginkább már nem okozunk akkora kárt, akár a szállítási műveletek végzésével, mint mondjuk februárban, amikor esik 100 mm csapadék. Vissza az elejére, ez a élőhely rekonstrukciók támogatása, itt a gondoljuk a felnyíló erdőkre, itt az Alföldön tudják, milyen probléma ez. Egyik lényege természetvédelmi szempontból pont az lenne, hogy nincsenek rögzített határok. Egy erdő tömbben az egy felnyíló erdő, most itt lesz egy kicsit fásabb, és ott pusztul ki, ott lesz felnyíltabb, majd ez változik. Na most ezt nem tudom én térképen rögzített határok mentén azt mondani, hogy ez erdő, ez meg akkor most tisztás, és akkor 10 év múlva meg változtatom mindegyiknek a határát. Ezt a záródással tudjuk kezelni, alacsonyabb záródást engedélyezünk. Ilyen szempontból, természetvédelmi érdekből ne legyen kiskapu, azt jól kell zárjon a rendszer, de a lehetőség megvan. Önerdősüléseknél az inváziós fajok problémája jelentős, mert nem mindenhol tölgyeseket talál a gazda a rétjén, hanem bizony sok esetben túlnyomó részt akácosokat, és az még mindig a jobbik, mert a bálványfa, ami a mai napjainknak az inváziós fafaja, amivel valamit kezdenünk kell, sokkal agresszívebb, mint az akác, nem tudjuk még olyan jól kezelni, és a hasznosítási lehetőségek is sokkal visszafogottabbak a bálványfával kapcsolatban. A természetességi elvárás, ez egy új fogalom lesz, az arról szól, hogy van jelenleg egy természetességi besorolás az erdőnek, de lehet egy elvárást fektetni hozzá, hogy mit szeretnénk elérni. Ez sokszor rendbe rakja az olyan kérdéseket, hogy pillanatnyilag nincs abban a természetességben. Rugalmasabbá és jobban kezelhetővé teszi a rendszert. Ezért lett bevezetve az örök erdő üzemmód, az pedig egy ilyen szakmai akadémikus vitának a végére szeretne pontot tenni. Szállalás, nem szállalás, folyamatos erdőborítás, mit nevezünk annak? A átmeneti üzemmóddal együtt azt szolgálná, hogy kisebb a végvágások területét csökkenteni tudjuk magántulajdonosok esetében is, magángazdálkodók esetében, államin is. Ezeket csökkentjük, akkor sokkal inkább szolgáljuk azt a látképi, társadalmi elvárást, ami megjelenik.
Ugyanakkor az átmeneti üzemmód egy cél is lehet, mert tudjuk jól, hogy nem tudjuk átvezetni azt az erdőtípus szállalásban, meg fog állni félúton, de mégiscsak csökkentettük valahogy a területeket a lehető legkisebbre. Eljutottunk odáig, hogy viszonylag folyamatos erdőborítást mutasson az erdő, és az ilyen tájsebeknek hívott végvágási területeket lehető legkisebbre csökkentsük, amit még szakmailag is kivitelezni lehet a megfelelő felújítást. Arról már beszéltem, hogy az erdőtervrendeletnél igyekszünk egyrészt törvényi szintre, másrészt egységes rendeletre összehozni a szabályozásokat, és egy sokkal kiszámíthatóbb gazdálkodási helyzetet teremteni a gazdálkodóknak. És az utolsó pontról beszéltem. És végezetül egy nagyon röviden felsorolásképpen egyéb törvényi és egyéb jogszabályi kihatások, amely az erdőtörvény módosítása kapcsolatban felmerültek és szükségesek. A TVT az ennek a módosítása ezzel a vegetációs időszak kérdéskörrel lenne szükséges. A közlekedési törvényt a magánutak, erdészeti magánutak szabályozásával kapcsolatban, földforgalmi törvényt a erdőgazdálkodási haszonbérlet szabályozási rendszerének a megfelelő kialakítása, módosítása miatt. SZIA törvénymódosítás, a fölmérési és térképészeti törvénymódosítás, amely az erdészeti hatóság igazgatás számára fontos, hogy a távérzékelési adatokat megfelelő időben és struktúrában meg tudja kapni, és nem mindig külön alkudozás legyen, hogy mennyire és hogy veszik meg. És hát ki gondolná, de egyébként a Balaton törvényt is módosítani szükséges, mert a Balaton törvényben leírt változtatási tilalom az arra is vonatkozik, hogy nem lehet erdőt telepíteni, vagy egy fásítást létrehozni ott, ahol pedig a természet szeretné, vagy a természet már meg is tette, és most a törvény ellenesen nőtt ki ott a fa a területen. Mindezeknek a jogszabályi környezetét egy kicsit rugalmasabbá kell tenni, nyilvánvalóan úgy, hogy minden rugalmas sátétel mögött ott van a kis ördög, hogy mekkora kaput nyitunk és mire. Úgyhogy jól át kell gondolni és sokszor át beszélni az ilyen javításokat és módosításokat, de hát ezért szép ez a munka. Ezért vannak a jogászaink. Köszönöm szépen!